én azért indultam el, hogy a csapatbajnokira erre a versenyre fel tudjak készülni. Igazság szerint minden évemet próbálom úgy tervezni, hogy a csapatbajnokin el tudjak indulni, de a rendes versenyzéshez nem tudok visszatérni, mert viszonylag kevés üzemóra van bennem, ezek csak ilyen 27-28 órát tudok menni egy év alatt. Amikor legutoljára én voltam, akkor még kvali futamunk volt, most kvali edzés van, ugye hárman építünk föl egy csapatot, ugye ahogy Magyarországon kötelező legalább egy MX2-es motornak lenni. Most nálunk én lettem az MX2-es, ennek praktikus oka van, én viszonylag kevés a kondim, így a harmadik futamban nem akartam elindulni, úgyhogy az enyém lesz az első és a második futam a három futamból. Az elsőben Técsi Lacával fogok elindulni, aki MX Open 1-be indul, a második futamból pedig Zanusz Noellal, aki MX Open 2-es, és akkor ők ketten fognak az utolsó harmadik futamban indulni. Noel nagyon jó nemzetközi szinten is elismert jó versenyző, a Técsi Laca is, ugye Ausztriában is nagyon jó helyeken szerepel. Az első futam rajta az jól sikerült, másiknak eljöttem, Pergel Bence volt előttem, őt azt hiszem az első vagy a másik körben meg is tudtam előzni. Aztán a futam 3/4-ig tartottam az első helyet, egy-két lekerőzött föltartott, ezért az Erik rám jött. Van egy kézfájásom már bugyi óta, és az sajnos erre a versenyre is elkísért. Ez meg is látszott a végén a tempomon, hogy már nagyon fájt. Másiknak sikerült befejeznem a futamot, ezzel értékes pontokat hoztam a csapatnak. A gyorsabbak beálltak szűkre, úgyhogy közéjük nem akartam beállni, ugye kis motorral, ezért választottam a legszéles rajtgépet. Jól sikerült a rajt, sikerült elhoznom és első körig vezetni, utána Laca és Erik hamar átment rajtam. Utána Erik hibázott egyet, ugye visszakerültem a második helyre. Figyeltem, hogy ne akadályozzam őt, hogy tudjon menni Laca után. Úgyhogy elengedtem őt, és saját tempómban motoroztam az utam végéig. Ez összetett be a harmadik helyen, sikerült beérjek, úgyhogy elégedett vagyok ezzel. Rajtoltam, sikerült elsőnek eljönnöm, és próbáltam egyébként egy jó tempót beállni, vezetni, de nekem ez a nyom nélkül csúszós talaj, ez nagyon nem megy, nagyon le van keményedve az alja, és hát Noel megelőzött, nagyon jó tempót ment, nem tudtam gyorsabb lenni, nem vagyok elégedett magammal, jó lett volna nyerni, meg hát mindenki úgy áll fel rajthoz, de a másik utamban. A második futamba jöttem másodiknak, ott a harmadik kör környékén feljöttem elsőnek, utána próbáltam egy stabil tempót motorozni, hogy az elején azért megnyúljak egy kicsit a Mimótól, és megnyerem a futamot.
harmadik futam választottam a rajtad, rögtön első körbe ugyanott megint elcsúsztam, de maradtam az első helyen, eléggé kapkodtam, meg el is voltam fáradva, úgyhogy kilódós volt a menet, aztán a végén még egy hibám volt, vagyis még kettő, így a Zanóc megelőzött, próbáltam a futam végéig nyomást gyakorolni rá, megelőzni, de kevés volt, így második lettem. Egy pocsék rajt után szerintem hetedik helyen mehettem, és mindjárt az első kör végén feljöttem másodiknak. Próbáltam megnézni, hogy az Erik hol lassú, hol hibázik. Azért mindig ott voltam lövőtávban neki, de nem akartam szétveretni magamat. 5 perccel a vége előtt sikerült megelőznöm, és utána két kör alatt egy nagyobbnak mondható előnyt kialakítottam, és úgy be is fejeztem a futamot. Rettentően örülök annak, hogy a csapat nyerni tudott. Főleg Nagy Alexnek, aki 7 év után visszatért a motorozásba, és a 7. bajnoki címét gyűjtötte. És Tétsi Lacának is, aki egy új sérüléssel küzdik már egy ideje. Örülök a saját teljesítményemnek is, és összességében rettenetesen boldog vagyok annak, hogy bajnokok lehetünk. Azt gondolom, hogy a mai nap során a jobb csapat nyert, az ellenfeleink ma gyorsabbak voltak, ennek is köszönhetik azt, hogy megnyerték ezt a mai versenyt. A fiúk megtettek mindent, amit tudtak, most ez a második helyre volt elég. 10 magyar csapatbajnoki címünk van itt az elmúlt évekből. Utolért minket az üldözősereg, a fiatalság, úgyhogy átadjuk nekik most a stafétát, és bízunk benne, hogy folytatják majd ezt a dicsőséges hadjáratot itt a magyar motocrossban is, és a nemzetközi sportéletben is.